Sziasztok! Hogy tetszik Melbourne eddig? Most egy kicsit más téma. Ugye voltunk már Sydneybe, az első börtönbe. Most mutatok egy másikat, ami sokkal vadabb, sokkal hírhettebb volt, úgyis mondhatnám, Ausztrália egyik leghírhettebb börtöne, ami 1997-ben zárt be, talán nem is olyan rég, 1870-től, ha jól tudom, volt nyitva, és ez pedig a Pentridge Prison, a hírhet Pentridge Prison itt Melbourne-ben, mint az utóbbi 10-20 évben jócskán átépítettek, lakóházak lettek bent, de megmaradt egy része múzeumnak, és ma ezt szeretném nektek megmutatni. És a néni kilépett szélárnyékból és beelőzött a babakocsival, de ez egy ilyen sport. Nézzétek meg, milyen szépen rendbe hozták ezt. Parkot csináltak. Be is ezek a lakóházak se voltak még itt, amikor én jártam errefelé. Beszerettem volna jönni akkor is a túrára, de nem voltak nyitva. És utána itt óriás építkezések folytak. Szóval ez a börtön nagyon híres volt, rengeteg olyan rab volt itt, aki hát nagy név volt a szakmában. Elég, ha csak azt említem, hogy raboskodott itt Ned Kelly, akiről néhány évvel ezelőtt Hollywood is csinált egy filmet. Sajnos nem láttam, de most már meg fogom nézni. Aki tudja, kiről van szó, az a pali, aki tulajdonképpen az ausztrál Rózsa Sándor állandóan menekült a rendőrök elől, aztán tulajdonképpen egy vödörrel a fején próbált ellenállni a golyóknak, aztán persze rossz élet. Na, akkor nézzünk körül. Itt látszik, hogy mekkora volt valójában a terület. Ott, ahol a parkoló van, ott az még a börtönhöz tartozott, és azok az épületek, amit már meséltem, ott, ahol a daluk állnak, azok ott már lakóépületek, és egy részét már lebontották a börtönnek, és ez egy főépület maradt itt meg, ami múzeum. Itt is látszik a kerítés. Ennyi maradt a hírhedt börtönből. És egy darab a régi kerítésből. Mondtam, hogy eladó házak, lakások, és itt volt a D-divízió. Itt pedig egy kávézó. Itt vannak a régi kapu, mögötte már egy épület, és érdekes, hogy már óvoda van a börtön helyén. Milyen csodás ez a kerítés. Ausztrália egyik leghírhettebb börtöne. És most egy óvoda. Látszik, hogy itt voltak a rendőr, az őröknek a gyülekező helyei. Rettentő lehangoló lehetett ez annak idején. Minden szürke, olyan építészeti stílusban épült ez a börtön, ahogy egyszerűen félelmetes lehetett. Jól látni, hogy tulajdonképpen az új lakóépületeket ráhúzták a régi falra, vagy a régi épület maradványaira. És itt még most azért van ilyen zaj, mert még mindig építkeznek. Elvileg a bejárat, vagy maga a múzeum az a
főépületben van, úgyhogy most oda megyek. Győrtorony, a központi épület, és most már a helyén egy nem felhőkarcoló, de egy nagy ház van, lakóépület. Kérdezik, hol laksz? Hát börtönbe. Jó néhány évvel ezelőtt voltam itt, akkor még nem így festett ki az egész. Éppen akkor zárták le a területet, és kezdődtek el itt az építkezések, a beruházások. Itt látni ezt a falat, és ezt tulajdonképpen itt lebontották, ketté vágták itt ezzel az úttal. Ez az út is hát teljesen új. Olyan hányan mentek föl ebbe a toronyba, őrök vagy a rabok nézték ezt a tornyot. És itt már itt vagyunk benne a főbejárattal szemben. És ez itt egy nagyon jó kép. Nézzétek meg ezt a képet. 1877-ből. És most ez így néz ki. Fantasztikus. Itt volt az E divízió. És nagyon szép parkot csináltak ide. 1997-ben zárt be a börtön, tehát tulajdonképpen nem is olyan nagyon régen. 96-ban voltam először Ausztráliában, tehát akkor még nyitva volt. Rengeteg legenda és történet tartozik ehhez a helyhez. És néhány fickónak sikerült meglépnie innen. Ezekről majd szót fogok ejteni. Méghozzá nem is akárhogyan tudtak meglépni. Úgyhogy most azért megnézem, hogy be lehet-e menni a túrára. Még épp, hogy befértem a túrába. Itt is van persze ajándékból, mindenféle könyvek. És 15 perc múlva indul a túra. Addig itt körülnézek. Jók ezek az interaktív. Külön épületeket, külön divíziókra vannak a túrák, tehát nem tudom, a H épület, meg a B épület. De azt mondta a hölgy, hogy a H épület a legrégebbi. És utána persze, hogy építették még, bővítették, akkor jöttek más modernebb épületek. Említettem, hogy volt itt néhány fickó, aki meglépett innen, és voltak olyanok, akik nagy nevek voltak. Az egyik az ő, Gregory David Roberts. Van egy film is róla, nem csak a könyv. Érdemes megnézni. Ő Indiába szökött el. Később persze elkapták, tehát egy elképesztő történet. Nézzétek meg a filmet. Mondom, azt hiszem, így van magyarul is. De ha nem, akkor azt majd be fogom linkelni. A másik óriási arc, Chopper Reed. Őről is van néhány film. Itt van Ned Kelly, akit már említettem nektek. Ő a legkorábbi név. De hát vannak itt Roger Rogerson, a rendőr, aki kezében tartotta az alvilágot. Nagyon jó könyvek, azért itt be tudnék vásárolni. Pedig fölmegyek,
először megjelent a rendőrbácsinak a egyenruháján. Ott a kulcs, amire mindenki vágyott. És akkor fölmegyek itt most az emeletre. Itt is van néhány szépség. És itt a már említett Shantaram. Tudom, ez nem is film volt, hanem egy sorozat. És keressetek rá, nagyon jó. Úgy látom most, azért csináltak belőle egy modernkori hőst. Itt van az útlevele. Hát itt egy kicsit a filmet bereklámozzák. Van egy filmsorozat, ha minden igaz, 6 részes. Itt egy-két jelmez látható a filmből. Egyébként a főszereplő, amit az igazi, akiről az egész történet szó, 24 rablást meg betörést csinált 77 és 78 környékén. Aztán elkapták, 26 éves korában 23 év börtönbüntetést kapott, és 1980-ban lépett le egy kollégájával innen. De nem akarom lelőni a poént. Nézzétek meg a filmsorozatot, nem fogtok csalódni. Jelenetek a filmből, itt a falon. Itt egy cella, és itt kezdte el írni a novelláját. Aztán persze óriási siker lett, az a könyv is, meg a film is, az Apple TV-n lehet látni. Itt még a tévében is benne, majd itt a Gregory David Roberts, ő az. Van a YouTube csatornája is, ott mesél a történetéről. Ezt a szép hajót pedig egy elítélt csinálta. Volt idejük.
1850-ben kezdték el az építését. És ott elég jó sikerült, mert még mindig áll. So what they've been to was on site at one time? Is that something to do with the family? No, they never lived there with their family. Itt volt a kormányzónak egy irodája, itt látszik, egyébként ez a kapu, ez még az eredeti. És ha megnézitek, ott a középsőnél, ott azok új, hát nem téglák, de ott egy ajtó volt, és itt, ahol látszik ez a fehér vonal, itt volt egy kis erkély, ott ki tudott jönni egyébként. Ez az udvar itt az őröknek volt, ők ott laktak, itt volt a fegyverszoba, stb. Itt tudott a kormányzó beszédet mondani. Most pedig megyünk tovább. Majd vissza fogok térni arra, hogy milyen anyagot használtak itt, és miért pont itt lett fölépítve ez a börtön. Love that. I know it's just yeah. And you can see the lines of concrete on the ground, the white lines. They refer to where the prisoners are lined up. And ezek az eredeti fehér vonalak. Szóval itt álltak az elítéltek, tehát persze nem az eredeti vonal ez, de itt volt az eredeti helyén. Most ilyen börtön töltelékek vannak. Mennyivel jobb lenne egy ilyen börtönben. Ott látjátok azt a kerítést. Azon túl építettek egy kis gyárat, tehát itt foglalkoztatták az elítélteket, hogy ne tudjanak egymással beszélgetni, hogy kioktassák, hogy hogy kell elépni, meg különböző bűncselekményekre tanítgatni egymást. És azon a falon túl, a gyáron fal volt még egy, és ott pedig egy termőföld volt, a mezőgazdasági dolgokat, tehát itt maguknak termelték a zöldséget, a gyümölcsöt, és azt mondja itt az úr, hogy az csak 2 méteres kerítés volt, tehát elég könnyű volt onnan meglépni, vagy éppen beadni fegyvert, úgyhogy volt belőle azért konfliktus. És ez a hely 1920 környékén már inkább arra szolgált, hogy itt edzettek, sportoltak, még egy medence is volt itt nekik, ahol tudtak fürdőzgetni. Tehát idővel azért mindig változott a börtön. Az épületben, az E-be volt a kórház, és ott abban a hosszúban volt korábban, és azért húztak föl oda egy kerítést, mert hát, a srácok próbálkoztak, meg a nők is próbálkoztak, később átvitték őket egy másik helyre, építettek egy másik divizót, az most már le van rombolva, és itt a mostani bevásárlóközpont helyén volt egy olyan divízió, ahol elképesztő körülmények voltak, és ezt 1974-ig használták, akkor robbantották le az egészet, rettentő körülmények voltak. Ez az irodája volt a börtön pap. Nem tudom, hogy hívják, de most ez jutott eszembe, tehát a börtön papja, és ide nagyon sokan, nagyon sok szóra, és nagyon szerettek ide járni, mert itt nem figyeltek rájuk az őrök. Tehát itt úgy tudtak beszélni a pappal, hogy tulajdonképpen magukban voltak. És természetesen rengeteg történet kering arról, hogy hogyan hozták be például a kábítószereket. Azt a telefont például valahogy meghekkelték, vagy használták. Ilyen szép kis ülőgarnitúrákat raktak ide a
központi részbe. Jó 8-10 évvel ezelőtt voltam a környéken, akkor még úgy lehetett bejönni, hogy nem volt felújítva. Kár, hogy akkor nem láttam. És ugyanúgy, mint Sydneybe, lehet kapni egy kis iPhone-t, és hozzá egy fejhallgatót, és amikor bemegyünk egy-egy cellába, akkor néhány történetet elmesél a mesélő. Egy érdekes története van ennek a régi rab ruhának, ugyanis ez egy 19. századi ruha, és amit betalálták, az egy 1973-as papír volt becsomagolva, és fönt találták a tetőn. És máig megoldatlan, hogy egyáltalán hogy került oda. Azt nem lehet mondani, hogy nagyok voltak a cellák. Úgy rendezték be a cellákat most, hogy mindenhol más dologról beszél, ami történt. Itt például a kivégzésekről. De jól tudom, 11 kivégzett volt. Ezt 67-ben használták egy akasztáshoz. Kivégzés azért nem ment olyan egyszerűen, mert nagyon sokan voltak, akik ellenezték, tüntetés is volt. Nem tudták megakadályozni, és 67-ben volt az utolsó kivégzés Ausztráliában. Ronald Ryan-nek hívták, akit kivégeztek. Itt pedig az, hogy nézett ki egy cella. Ezt azért nevezték úgy, hogy separate and silent, az azt mondja, hogy elkülönítve és csöndben lenni. Neki külön vécéjük is volt, éppen azért, hogy ne tudjanak érintkezni másokkal. És így tulajdonképpen állandóan bent tudnak maradni a cellába. Nem kellett őket kiengedni például vécére. Rendkívül csöndbe kellett lenniük, tehát nem lehetett beszélgetni szinte semmit. Az volt a vécéjük, de erről van egy másik történet, azt majd egy másik épületnél elmondom. Nagyon érdekes. Itt például arról beszélnek, hogy milyen szexuális erőszakok történtek egyrészt a cellákban, a női börtön részlegben. Mondom, rettenetes körülmények voltak itt. De hát engedték őket sportolni, sokat játszottak, mármint a fogadásokra gondolok. Kicsit modernebb a WC, ahhoz képest, hogy abban a korban milyen körülmények voltak. Itt pedig néhány szerszám, amit a srácok csináltak. A kábítószert ilyen teniszlabdával dobálták be hát a kerítésen. Pipa.
A legnagyobb probléma az a kábítószer volt. És ilyen elemnek átszázó, Bibliába rakva. És persze a saját készítésű fegyverek, amikkel tevékenykedtek. Itt a kezdetektől meséli el az egy börtön történetét. Nyilvánvaló, hogy ez a terület, ahol most a börtön áll, ez aboriginál őslakos terület volt. Aztán, amikor jöttek a telepesek, és az első börtön Melbourne-ben volt, 1830-as években, aztán az túl kicsinek bizonyult, és utána 1850-ben elsétáltak errefelé romokkal, és fölépítették először egy olyan börtönt, ami hát tulajdonképpen sátrakból állt. Aztán persze az évek során összetűzésekbe kerültek a őslakósokkal, akkor elkergették, és szép lassan elkezdték fölépíteni ezt az új börtönt. És nem is akárhogyan. A közelben található kis patak vagy folyó találták a sziklákat, a köveket, és azokat elkezdték kibányászni, és abból építették föl saját kezüleg a börtön lakók, az elítéltek. Hát ez már egy modern korú cella. És nyilván, amikor a rendőrök valami fülest kaptak, akkor átnézték a lakóknak a holmiait, keresték a kábítószert, és ilyen rendetlenséget hagytak. Hát itt pedig benszület rajzokat, festményeket találunk. Az őrökről mutatnak be képeket a kezdetektől. Érdekes ez a kép, ott jöttünk be, és mondtam, hogy itt állnak az elítéltek. Elképesztő képek. Aztán egy kép 1980-ból. Hát itt már 80-as évek. Eredeti felvételek. Álmodoztak is a srácok. Négyzetméter körülbelül.